az más tűnik kedves vendégeim, búcsúzni jöttünk. Búcsúzni egy olyan intézménytől, amely 4 éven át gyermekeink második otthona volt. Az akkor sírdogáló félig kicsi gyermekekből már a iskolássá élet okos emberek kiváltak. A mai napon életük egyik meghatározó állomásához érkeztünk, hiszen a megszokott környezet az ismerős kedves arcok helyett egy ismeretlen új világ vár rájuk. Mi szülők is nagyon izgatottan tekintünk az előttünk álló évekkel, de tudjuk, megfelelő tudással és ismeretekkel megalapozva indulnak gyermekeink az első osztályba. Köszönjük a tartalmas foglalkozásokat, a sok irányulást, a szép ünnepeket, amelyen mi is részt vehetünk. Örök emlék marad. Köszönjük, hogy mindig mindenben mellettük álltatok. Köszönjük, hogy legfontosabb éveiket szeretetben, megfelelő gondoskodásban, gyönyörű környezetben tölthették. Szeretettel gondolunk vissza az itt dolgozó hobónénikre, gondoskodó dadusokra és a konyhásnéni finom főzőjére. Talán most legnehezebb tőletek búcsúzni, kedves Magdi hobónéni, Marika hobónéni és Erika néni. A gyermekek a magam és a szülők nevében az elkövetkezendő évekre kívánok erőt, egészséget, egy csodálatos hivatáson. A szülői munkaközösség nevében szeretném még egyszer megköszönni az óvoda valamennyi dolgozójának felelősség teljes munkáját. Engedjétek meg, hogy itt idézettem, fejezzem be. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a kristályt. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott. Kezedbe teszem a szőttakarót, takarj le az árvánfázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen, és várjon az otthon. Indulj hát, és hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehess a szeretetet. Most pedig fogadjátok nagyon sok szeretettel a nagy csoportú gyermekek műsorát. Bakotka is játékmatkó, Isten veled, mesek van.
Köszönjük, hogy szeretettel fogadtak!
Thank you.